Köszöntöm nézőinket! Önök a Líceum Televízió Arról van szó című műsorát látják. Adásunkban hírekkel, érdekességekkel találkozhatnak a tudomány, oktatás, kultúra területéről. Mai témáink ennek megfelelően egy-egy mondatban röviden. TECDIH, az ipari és az oktatási szféra találkozása a Matematikai és Informatikai Intézetben. Új hökösök, munkatársak, akik most mutatkoznak majd be a HÖK területén. Dialógusban lenni dr. Lobocki János új könyve. Böjtkezdet, hírek a főiskolai lelkészség házatájáról. Emellett hírlánc előzetessel, teregetés egy új darabjával és programajánlóval várjuk Önöket. Első vendégem itt a stúdióban dr. Kovács Emőt dékán helyettes úr, akivel a TECDIH-ről beszélgetünk, ez a témánk, hiszen kedden a Matematikai és Informatikai Intézetben tartottak egy TECDIH elnevezéssel ellátott programot. Mi is pontosan ez? Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és örülök a lehetőségnek, hogy erről a TECDIH-ről, magyarul technológiai napról tudok egy pár szót mondani. A TECDIH ötlete 2005-ben született meg, Kusper Gábor kollégámmal együtt dolgoztuk ki, hogy szükség volna egy olyan napra, ahol a informatika területén dolgozó vállalatokat, üzleti szféra embereit meg tudjuk hívni az Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézetébe, és ennek a meghívásnak a fő célja az, hogy kapcsolatot teremtsünk a vállalatokkal, és a hallgatók számára egy ilyen kicsit informális, technológiai napot szervezzünk, ahol megismerjék a legújabb technológiai újításokat. Itt ugye találkoznak valóban az üzleti szféra és az oktatási terület képviselői, eljönnek hallgatók, helyi vállalkozók, valamint számítástechnikai cégek képviselői is. Mi volt most a keddi TECDIH témája? A keddi TECDIH témája az Oracle és az Oracle-höz kapcsolódó szoftverek voltak. Az Oracle-ről azt kell tudni, hogy a világ második legnagyobb cégéről van szó, és elsősorban vállalatirányítási rendszerekkel és adatbáziskezelő rendszerekkel foglalkozik ez a cég. Ezen a technológiai napon a üzleti intelligenciával foglalkozott egy előadó, a másik előadó pedig a vállalati irányítási rendszerrel, a vásárlókkal való kapcsolattartás intelligens rendszerével, és a például egy vállalatnál nagyon fontos, hogy a humán erőforrás kezelése, menedzselése ma már komoly informatikai rendszer nélkül elképzelhetetlen. Hányan vettek részt, és milyen volt az összetétel? Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon népszerűek ezek a TECDIH-ek. Ahogy mondtam, 2005 óta szervezzük, immár ez a 8. TECDIH. A Oracle Hungary képviselői már másodszor jelentek meg ezeken a rendezvényeken, és a hallgatók körében is nagyon népszerű. Ezen kívül rendszeres vendégeink a TECDIH-eken a Microsoft Magyarország, a Sun Microsystem, ezen kívül még biztonságtechnikai TECDIH-eket is szoktunk rendezni. És milyen visszajelzéseket kaptak, főként ugye a hallgatók véleményére lennék kíváncsi, ők mit mondanak, hiszen leginkább nekik lehet hasznos egy ilyen találkozás. Kicsit hagyjuk vissza a régebbre, tehát 2005 előtt, ugye mindenki előtt ismert, hogy a főiskola egyik fő profilja a tanárképzés volt, nekünk is ez volt. De már mi 2003-ban a programozó matematikus szakot el tudtuk indítani. 2005-ben pedig a programtervező informatikus BSC szakot, egyébként először a főiskolán mi indítottunk BSC szakot. Nagyon fontos volt, hogy olyan rendezvényeket is szervezzünk, amely nem csak az oktatáshoz kapcsolódik, a közoktatáshoz, hanem az informatika technológiai oldalához is, hogy az új belépő hallgatóknak minél szélesebb ismereteket tudjunk nyújtani. És ennek a követelménynek tettünk mi eleget azzal, hogy egy ilyen technológiai napokat szervezünk, amely elsősorban a hallgatók szempontjából nagyon lényeges, hogy megismernek új eredményeket. A másik eredménye pedig ezeknek a technológiai napoknak az, hogy sikerült a intézetünknek kialakítani olyan jó kapcsolatokat ezekkel a cégekkel, akik részt vesznek ezeken a technológiai napokon, amelyeknek konkrét eredményeit fel tudom sorolni. Például a Sun Microsystem berendezett nekünk egy informatikai labort, ahol
SAN vékony klienseken a SAN technológiákat tudják a hallgatók gyakorolni. Java tanfolyamot tudtunk erre a laborra szervezni. A Microsoft szintén egy labort rendezett be nekünk, biztosítja a Microsoft Akadémiához, amit elindított a tanszékünk, a megfelelő oktatási segédanyagokat. Ugyanígy az Oracle Hungary-t is csak dicsérni tudom, mert nagyon konstruktívak, ők is biztosítják ingyenesen a saját oktatási anyagukat, amit a hallgatóknak így biztosítani tudunk az oktatáson fölül. Tehát ezek tanfolyamok, képzések, amit a hallgatók a szabadidejében vehetnek igénybe. És ezek szerint akkor ingyenesen jutnak hozzá olyan információkhoz, ami a későbbiekben a tudásukat növeli, és ezáltal a versenyképességüket is. Igen, nagyon fontos ez a versenyképesség. Tehát amellett, hogy egy felsőoktatási intézménynek alapvető feladata az, hogy elméleti ismereteket is adjon a hallgatóknak, hogy képesek legyenek majd MSC-re, mesterszakra járni a 3 év BSC után. Emellett nagyon fontos az, hogy olyan gyakorlati ismeretekkel is ellássuk őket, hogy a munkaerőpiacon azonnal el tudjanak helyezkedni. Most mi úgy érezzük, hogy a jelenlegi BSC rendszer 100%-ig ennek nem felel meg, mindenképpen szükségesek ilyen plusz technológiai ismeretek biztosítása a képzés mellett is. A természettudományi kar az ugye erősen kötődik az ipari szférához és ehhez a közeghez. Nagyon úgy tűnik számomra, hogy abszolút tudatosan törekszenek arra, hogy valóban versenyképessé tegyék a hallgatóikat. Nagyon sok kezdeményezésük van erre. Hogyan látja, mennyire lehet még inkább elősegíteni azt, hogy valóban az itt végzettek, azok később a munkaerőpiacon könnyebben helyezkedhessenek el, keresettek legyenek? Hát én csak jó eredményekről tudok beszámolni. Tehát ma Magyarországon a képzés, a programozó képzés, a programtervező informatikus képzés ott tart, és Egerben is elmondhatjuk ezeket a jó eredményeket, hogy a jó képességű hallgatók, akik tényleg a képzésben kivették a részüket, azok azonnal el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Tehát per pillanat is 4-5 állásról tudok, amely betöltetlen. Itt Egerben, és ebben már ez a nagy szó, hogy Egerben is keresnek nálunk végzett hallgatókat. Hetente kapom a telefonhívásokat, hogy adjunk jó hallgatót, mert a projektfeladatok indulnak, és kevés a munkaerőkapacitás. Hát ezt nagyon-nagyon jó hallani, és ezek szerint valóban a munkájuk az nem jár eredmények nélkül. Én a továbbiakhoz is jó munkát, megfelelő szervező erőt és szervezőkészséget és további ötleteket is kívánok. Úgyhogy köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm, és talán egy személyes megjegyzés mindig jó egy ilyen tájékoztatóban, egy ilyen hírműsorban, hogy ilyen technológiai napoknak mindig vannak emberi vonatkozásai is, tehát hogy személyes kapcsolatokat sikerül kiépíteni. És muszáj megemlítenem, hogy az előző Oracle technológiai napon elhívtam egy olyan hölgyet, akit szerettem volna, hogyha a tanszékünkre jelentkezik tanársegédi állásra. És a szokásos utat bejártuk, bemutattam neki a tanszéket, intézetet, főiskolát, elmondtam, hogy mit kell tanítani, stb. De a meggyőző számára az volt, hogy részt vett egy ilyen technológiai napon, eljött, megnézte, hogy itt mi hogyan bánunk a hallgatókkal, milyen a légkör, és ez döntött abban, hogy végül is hozzánk jelentkezett, és hát meg is nevezem, Wagner Anikó kolléganőről van szó, akit nagyon örülök, hogy minket választott, és nem más intézményt. Tehát akkor róla is biztosan hallunk még, és a további híreket is természetesen várjuk Önöktől is. Most pedig következnek a mi híreink, hírlánc előzetes formájában hallhatnak aktuális információkról a hallgatóktól.